Ez itt a Fair Speak, a független ifjúság szókimondó műsora. Mai vendégeink pedig Dani, Vallika, Voldizsár, Díron, Dávid, Morti és Soma. És végül, de nem utolsó sorban, jó magam Bálint. A mai témánk pedig a Partizán nagyport kavart SF-ről szóló filmje, amely a Színház és Filmművészet Egyetem ifjúságának a szabadságharcát mutatja be. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ez valójában szabadságharc volt-e. Erről nézzünk is meg gyorsan egy rövid bejátszót. Valahogy egy kicsit másképp képzelni kell egy szabadságharcot, mint amit itt láthattunk, azért inkább ez egy ilyen ünnepély volt, mint sem küzdeni valami. Hát egyébként utcabálnak is hívták ezt a dolgot. Ami mondjuk nem értem, mert emiatt hát értem, csak ez ilyen szomorú eseménynek titulálták. Nem tudom, de ti például emlékeztek, hogy 1956-ban vagy 1848-ban volt egy ilyen jelentelem, amikor mindenki kiment az utcába ilyen jelmezbe is elkezdett táncolni, mert én valahogy maradtam tanulmányaimból. Ezek színészek, és egy olyan mentalitást képviselnek, aminek a legfőbb eleme az, hogy élvezd az életet, nézd a dolgok jól, és próbálnak élvezni a pillanatot. Carpe diem tartja a mondás. És ezek a fiúk és lányok szerintem ezt akarták átadni. Hogy annak ellenére is, hogy ők szarban érzik magukat, igyekeznek pozitív színes üzenetet magukról. Azért nem tartom én ezt szabadságharcnak, mert ezt el kell mondanom, ugye, mint inversként kétségtelenül, hogy egy szabadságharcban, mert ugye ennek van pontos meghatározása, valami idegen elnyomó hatalom ellen, vagy idegen nemzet ellen, vagy idegen hatalom ellen küzdünk. Küzd az adott harcosok. Ezek inkább forradalmárok, mert ugye ők is maguk megmondják, hogy ők a hatalom ellen vannak. A hatalommal összetűzésbe akarnak kerülni. Úgy vélem, hogy messze túl dramatizálják a dolgot, tehát hogy nem folyik itt vér, ez nem olyan, mint egy hunta, ahol beküldik a rendőrséget és leverik a tüntetők veséjét, hanem ez egyszerűen egy általában békés megmozdulás. Tehát, hogy itt nem úgy képzeljük el a békességet, mint például a BLM őrjüngéseit Amerikában, hanem itt abban fullad ki a harcos szellem, hogy elfogják az egyetemet, és csak azt engedik be, akit szimpatikusnak találnak. Tehát szerintem hibás a szabadságharc megnevezés, de úgy vélem, hogy a küzdelmük jogos, és ha ezt mondjuk ostobaságnak akarjuk feltüntetni, azzal tévedünk. Megvan az alapja ennek, az miért ők harcolnak. Tehát az egyes helyeken ez ténylegesen valós probléma, hogy jön valaki és most fogja, és most alapítvány alapba tesszük, és tesszük, most el vagytok nyomva. De ez esetben nem ez áll fent. Tehát ez szerintem egy valós problémának a kicsúfolása volt, mint ezek leműveltek itt az összefések. Figyelj, utána néztem Vinyánszky Attila munkásságának. Leginkább a tanítói pályafutásának. Tehát, hogy amikor a Kaposvári Egyetemen méghozzá a Ripper Rónai művészeti karán vezetői pozíciót kapott, akkor valóságos álmokfutást rendezett. Tehát, hogy kirúgások, a diákok terrorizálása, inkubentás vagy egyáltalán nem létező tanárok, és egyszerűen a diákok menekültek az egyetemről. Tehát, a képzés az így gyakorlatilag zéró volt. És ezért úgy vélem, hogy szerintem az SZF-nek ez a megcsúfolása, hogy a Vinyánszkyt nevezik ki az élére. Miért szerintem mennyire volt mondjuk, amikor volt ez a magánzat üntükézés, meg is szabadságharcos dolog, akkor mennyire tanultak a diákok bármit is a színészeti pályával kapcsolatban? Elvileg ugyanúgy megtartották az órákat. Van az, amikor be tudja mesélni magának az ember, hogy hát most fontosabb az, hogy én most egy jó célért harcolok, mint az, hogy tanuljak. Szóval szerintem ezt félváról is vették. Az, hogy volt, és én tudom is, hogy volt, akinek tényleg megtartották óráit, ez nyilván előfordult, de hát ez nyilván egész más volt, mint egy normál tanévben. De hát ugye az van, hogy láttuk, hogy nagyon sok egyetemmel ugyanezt megcsinálták, hogy egy ilyen alapítvány helyeztek így az egyetemi élére. Nek lett ilyen kuratóriuma, de ugye azok az egyetemek általában nem szólaltak fel. Egész más a Színművészeti Egyetem, mint bármelyik másik egyetem,
mert egy ilyen színművészet is osztály, az egy sokkal, úgymond ilyen szempontból talán összetartóbb közösség, mint mondjuk egy bármilyen más egyetemen egy osztály, bár én ebben igazából nem látok bele, de hogy kifejezetten lánglelkű fiatalok, akik ide járnak. Ez valóban nagyon összetartó, például én olyat is hallottam, hogy volt olyan ember, aki azért mert jobb oldalú volt, hogy kirúgták, kikészítették a tanárok, és utána kirúgták, meg azt is hallottam, hogy volt, hogy abban az iskolában nem jelentkezhettek olyan emberek, akik egy kicsit is úgy tűnt, mintha jobboldaliak lettek volna, mert akkor rögtön kirúgták őket. Hát igen, mert figyelj, nézd be, tehát a színművészetiparnak nincsen szüksége baloldaliakra, az Gina Carano-nak az ügyét például. Tehát ő most fogta magát, felszorolt és kirúgták. Ez az egész témát, az epicentruma az a kultúrharc. A kultúrharc, ami egyébként szerintem rendkívül destruktív, és be kellene fejeznünk, de ennek ellenére valamiért a balliberális és a jobboldali értelmiség ezt csak tovább tüzeli. Ennek is olaj volt a tűzre az, hogy a jobboldal ahelyett, hogy új avantgárdot csinál Magyarországon, inkább bedarálja a baloldalit. Tehát azzal, hogyha megszüntetik a képzést, akkor a balliberális értelmiségnek nem lesz színművészete. Mert ki akar már az eszefére járni, de őszintén. Az egy dolog, hogy a baloldaliaknak nem lesz színművészete, nem az állami egyetemnek kell a baloldaliakat kiszolgálnia, ha a jobboldali a vezetés. Tehát az aktuális vezetés kezében van a dolog, és nyilván a vezetésnek érdeke az, hogy a saját útja mentén ő nevelje ki a diákjait, és mivel a színművészeti egyetem Magyarországon nyilván van még mellette a Kaposvári Egyetem is, de a színművészeti egyetem Magyarországon a legnevesebb színművészettel kapcsolatos egyetem, és nyilván az államnak nem tetszett, hogy ez abszolút egy ilyen baloldali irányba terjeszkedik, és baloldalon. Ezért mondanája. De egyébként ez azért érdekes, amit mondasz, mert valójában lehet, hogy Magyarországon ugye ez volt a leglemesebb egyetem, de Európában, se Közép-Európában, se Nagy-Európában, se a világban nem volt már elismert egyetem annyira, azért, mert 30 éves technikákat használtak, illetve a tanárok nem adták le át a legújabb tananyagokat. Most azért ezt meg kell említeni, hogy mikor júniusban, ugye, ahogy a videóból is kiderül, akkor találták ki ezt a dolgot, akkor meg is említik a felvételben, hogy erről a többség úgy vélekedik erről a kuratóriumba helyezésről, hogy sok lehetőséget és láttak benne. Szóval egyáltalán nem mondal, nem egyáltalán hiszem, hogy itt kéne kezdeni, ami a média vitte ezt az egész botrányt. Szóval a kiinduló pontról kell először beszélni, hogyha vizsgáljuk az adott témát. Igaz. Szóval az volt a megállapodás eleinte, hogy a kuratóriumnak 5 tagja lesz, és ezt az egyetem szenátusa dönti el, hogy kik legyenek annak a kuratóriumnak a tagjai. Na, Vinyeszki ezt semmibe vette, és felszámolta a szenátus hatalmát. És ebből kezdett el kipattani később a botrány. Ezt mondtad, ez a saját érdekek a megcsúfolása. Tehát harcolnak azért, hogy neki véleményszabadságuk legyen, de a szenátust, ami kellene közvetítse az egyetemnek a tényleges akaratát, fogják és elszámolják. Elveszik minden hatalmát. Tehát ez ellentmondás az egész harc, amiért dolgoznak. Szerintem nézzük is meg a következő bejátszót. Minek mennénk létrával oda, hogyha az ő kutyájuk kölyke vagyunk? Miért nem bentről megyünk fel? Ez a nagy őrség, komolyan mondom. De ezt hagyjál, utána segítettek a molinót is kihajtogatni, meg ott pakoltak, hogy legyen nekünk helyünk, aztán még a füstöt is segítettek begyújtani, ez már szürreális volt, itt én már röhögtem. Tehát elkezdtem begyújtani a füstöt, aztán odaadtam mellettem álló úriembernek, hogy annál tovább létsz, és ott tovább is gyújtották be. Óriási volt. Tehát az egész egy kabaré. Az egész magyar közélet kabaréja megtörtént ott. Egyébként Demszki is ott volt, mert lentről hallottuk az egyik aktivistatársunktól, hogy hát így ő magyarázta a többieknek, hogy hát ezek nem az SFL-ről jöttek. Mert már vagy másfél perce égtek a füstök, mikor valaki ránézett, hogy egyébként miről szól a molinó? Hát őrség. You had one job. Tehát egy feladata volt az őrségnek, az se sikerült. Ugye azt lehetett látni, hogy az egész ugye SFS forradalom után Bódi Ábel jobboldali aktivista, vagyis közben Bódi Ábel jobboldali aktivista kitalálta azt, hogy ők is kimennek az SFS-re, és bemutatják azt, hogy ez nem a baloldalnak az egyeteme, illetve az, hogy a jobboldal is fel szeretne szólalni ilyen ellenforradalom címén ebbe az ügybe. És ezzel kapcsolatban mi a véleményetek, illetve ugye elhangzott az a szó is, hogy a Demszki is ott volt, és hogy több olyan bizonyíték is van, hogy az egész mögött baloldali szervezetek álltak. Nos, szerintem a pártpolitika fölött kell, hogy álljon ez az ügy. A politikusok hagyják ezt
békén az üres szavaikkal, mert szerintem ezt csak megfertőzni tudják. Szerintem a polgári ellenállás eszközével kellene ezzel foglalkoznia a polgároknak, nem pedig a politikusoknak. Ismerjük a magyar politikai hozzáállását, opportunisták és pragmatisták mindig szárig. Emellett úgy gondolom, hogy reagálva Bódi Eber akciójára, hogy örülök, hogy a jobbod is képviseltette magát, és csak annyit tennék hozzá, hogy ezek a srácok ott az őrségben, ezek nem katonák, nem értenek ehhez. De azért egy kicsit több úgy is lehetett volna bennük. A jelenetben az nem volt benne, ebben a rövid bejátszóban, hogy azért hitték azt, hogy közülük valók, mert volt nekik egy maszkjuk, egy eszefés maszkjuk. Most az egy jó kérdés, hogy szerintetek a katona, mondjuk a Magyar Honvédség az első világháborúban elkezdte volna csak úgy osztogatni az utcán az egyenruhát, hogy bárki beépülhessen közé, mondjuk akkor mi lett volna ennek az egésznek a vége? Hát nyilván itt most méregetni kellett, hogy vigyáznak, vagy ide könnyen lehet így ilyen látható és nagyon látványos támogatókat szerezni. Tehát mindenki megbámulja azt az utcán, akinek eszefés maszkja van. És ez egy jó taktika volt. Ilyen szempontból hát nyilván olyan hátrányos voltak a dolognak, hogy kevésbé biztonságos. De szerintem ez nem lényegi fontosságú megmozdulás, ez a Bódi Ábelnek az akciója. Ez egy vicc, ez egy hetsz. Ez tök jó volt, meg minden, meg élveztük. De azért itt egész másról van szó. Lehet itt vicceskedni is, de szerintem sokkal szomorúbb abba belegondolni, hogy mennyi fiatalt hűítettek ebbe bele. Aki nem is érti, hogy miről van szó. Tehát nekem 14-15 éves osztálytársaim is vannak, akik ezt elhiszik és komolyan veszik. De nem értik, hogy miről van szó. Egyébként nekem is volt olyan osztálytársam, akik, nem osztálytársam, hanem évfolyamtársam, aki azt találtak, hogy felvesz egy ilyen maszkot, hogy azzal dühítse a többi nem baloldallal szimpatizáló osztálytársát. Azt azért meg kell említeni, hogy ezt a maszkot az, többek között azért találták ki, hogy ők egy emberként, egy frontként, egy közösségként álljanak a világ elé és a sajtó elé, mert hogyha egy emberként, akkor el lehetne őket intézni, és teljesen lejárt a kampányt lehetne előtt indítani. Ugye ez a dokumentumfilmben is elhangzik, attól a furcsa embertől. Tehát nem volt ennek különösebb célja, ennek a maszkos megmozdulásnak, mint az, hogy jó pofizzanak, hogy lássák a népet, hogy mutassák meg, hogy ők mennyire nagyok, hogy nekik ilyet is tudnak csinálni. Tehát maga egy látvány volt ez az egész. Oda mentem ez a gyerekhez, aki ez a maszk volt, és ő azt mondta, hogy szerinte az teljes mértékben normális, hogy felvállaljuk a milyenségünket. A milyenségünket? Különbözőségünket. Vagy nem azt mondta, hogy ő ilyen baloldali, és akkor ezt is felvállalja az emberek előtt. Na, azt nem jött eszedbe azt. De persze, de ez most ez is egy külön vicc, hogy erről beszélnek, hogy most felvállalik a milyenségüket, hogyha például hogy te ödemész, hogy konzervatív értékelendet felválasztották, ez agyon vernek. Tehát ez emellett most neked siklani, tehát most nem ez a téma. De viszont szembe kell venni azt is, hogy fennáll. Tehát ez is, tehát egy eléggé álszent dolog azért. Mit tart ez benne álszentnek? Hát ezt, hogy hirdetik azt, hogy vélemény szóval csak itt. Most felveszed, odamész, kimész az utcára, és felvesz egy eszefés maszkot, hogy tessék, én felvállalom, hogy én az eszefét támogatom. De hogyha oda mentem volna, és vettem volna az eszefés tömegben, mit tudom én, egy mi hazánkos arcmaszkot, azt nem hiszem, hogy ilyen 20-25 embernél kevesebben rám nem... Tehát 20-25 embernél többen fogtak volna, rám jöttek volna a székekkel, asztalok, kabotok, amit találtak, és agyon vertek volna. És mégis közben ezt a véleményszabadságnak a zászlaja alatt teszik. Én nem nézem. Köszönöm, hogy egyébként volt egy csomó olyan zászló, ami, szóval voltak ilyen pártnak a zászló és ilyen azon a megmozduláson, amikor felmentek egyszer az utcán, ott volt a tömegben pár zászló, olyan viccel. Én nem nézem ki belőle, hogy téged nagyon tudnának verni. Már elnézést. Jó, megpróbálnak. Na, nem ilyen aktív, agresszív emberek. Tehát valószínűleg beszólnának, hogy büdös náci, de azt kétlem, hogy tetlegességig fagyulna a dolog. Ha csak nem lődnek közéjük. Hát figyelj, egy-két izé után, hát a kis része a filmen azt hiszem Stromboti volt, egy-két Stromboti után, vagy egy-két sör után, vagy akármi, tehát el lehet képzelni. Tehát most nem arról van szó, hogy most feszegessük az embereknek a határait. Tehát én el tudnám képzelni, hogy most mondom egy-két hülye az elkezdeni, és a többi meg folytatna utána. Tehát az most... Ebben van valami. Na, hát akkor... Itt van egy jelenet, ami pont ehhez kapcsolódik, szerintem ezt érdemes lenne bejátszani, hogy mégis ez a jobb és baloldali viszony mennyire jellemző erre a tüntetésre. Nekünk ez így nem fog sikerülni, gyerekek.
nem, nincs elég baloldali kultúrája az embereknek. Kettő darab nagyon fontos volt ebben a jelenetben, amit szeretnék még kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy ugye a filmben, aki megnézi majd a filmet, a Partizánnak a YouTube csatornáján, az láthatja, hogy a filmben nagyon sok helyen cigiznek. Tehát ez szerintem így valamennyire nem illik bele az egész születetbe. Hát ők ezzel akarják a szabad elviségüket írni, igen? Vagy szimbolizálni, hogy ők milyen szabadon gondolkodók, meg jogaik vannak, meg szabadok. Dani, figyelj, nemrég felvételiztem, bementem a Vörösmarty Mihály gimnáziumba felvételizni, ami egyébként egy ugródeszk az SZF-re. Szóval ott a felvételén megkérdezte az egyik diák lány, hogy amúgy ti srácok felvételizők, mennyire vagytok itt cigi ellenesek? Megkérdeztem, hogy náruk, hogy miért kérdez? Ja, hát nem azért, mert cigizünk szünetben, hanem azért, mert hogy, hát, és így elkezdett magyarázkodni, de a lényeg az lejött. Tehát, hogy ezek a srácok, ezek nem félnek, jó, hát ez egy hülye jön ki, de ne, most akkor most már maradok ennél a metaforánál, tehát nem félnek az új dologoktól. Gondolok itt a spanglira, gondolok itt az alkoholra, de fiatalság, de ezek igazából fiatalok, és fiatalság, bolondság, elég valószínű, hogy kipróbáltak, és vannak köztük addiktok is. És nem örülnünk kellene, hanem reménykedni abban, hogy esetleg nem vennek maradandó károsodásokat, mint az egyik, nem ezt vastüdője a cigarettától, hogy ez egyik nem vissza pocsolyába az agyát, és hogy ennek ellenére képesek lesznek, hogy teljes értékű életet élni. Egyébként nekem ezzel a cigi dologgal az is nagyon tetszett, hogy volt valami karbantartó, vagy valaki ilyen vezető emberke, aki felhívta őket, hogy ne cigizzenek hátul, ahol vannak a farakások, és elkezdték kirogni az embert, hogy miért ne cigizhetnének a farakások között. Ami ugye látszódik, nem kell ahhoz érteni a kémiához se, persze, nem kell ahhoz tűztechnikai szakembernek látni, hogy látszódjon, hogy az eléggé tűzbeszélyes volt. Természetesen, de ugye nekem ezzel az egész dologgal az ilyen cigis dolog, hogy jó van, hogy az önkifejezésed, hogy te megmutatod, mennyire szabad vagy. De nekem mondjuk erről is egy általánosabban az, hogy nem egy ennyire káros szenvedélyt kellene azért oda lebegtetni, mint a szabadság szent grálja, egy olyan dolog, amit ráfüggsz keményen, és akkor meg életem végén egy vastüdőn vagy, és tüdőrákban meghalasz. Tehát ez alapjáraton toxikus elég ez a hozzáállás. De én nem szólok, tehát nem szoktam ezeket kötekedni. Engem igazából ezzel a mutatott jelentben az azzal volt, ismételtem mondani, tehát ezt fogták, és politikai, mondjad, színezetet adtak a dolgokat. Játszmává tették ezt az egészet, amikor nem arról kellett volna szólni, hanem ténylegesen a függetlenségről kellett volna szólni, ez az egész mozgalom, nem pedig a politikai csikis akiről, mint úgy sok más szervezet. Ugye azt is mondták, hogy ők túl kicsit lennének ahhoz, hogy megbuktassák a kormányt. De erről beszélgettek rendesen, hogy ők a hatalom ellen vannak, és szándékosan fel akarják bosszantani őket. El kell mondanom érdekességét, hogy Gulyás Márton, ugye, aki a Partizán YouTube csatornának a vezetője, ő az SZF-re jár, azért rúgták ki az SZF-ről, mert túl radikálisnak találták a tanárai. Emlékeztek-e Zrínyi Miklós kirohanására? Tudta, hogy nincs esélye legyőzni a törököket, de ennek ellenére mégis megkísérelte. Én ugyanígy látom ezt az eseményt. Pontosan tudják, hogy nem fog megváltozni semmi. De nem akarják ezt csendben tűrni. De hát épp, most hogy változott, hát a tanári gárdától kezdve minden megváltozott. Egyébként ugyanakkor meg van egy nagyon jó jelentem filmben, amikor bemutatják azt, hogy mindenki lemond. De hogyha megnézik a dolgokat, akkor a Vigyászónak volt egy olyan célja is, hogy a tanárokat ne rúgják ki, fölöslegesen csak azokat rúgják, aki nem tanít tényleg semmit. Illetve volt az is célja, hogy a mostani osztályokat ugyanebben a színvonalba ugye tovább, csak ugye jobb feltételekkel. Hogyha így szókimondók vagyunk, hogyha valaki baloldali osztályt akar vinni, meg ott az osztályon mindenki baloldal volt, akkor nem fogja őket átnevelni jobb oldalinak. Igen, meg itt leginkább politikai hitvérítés. Közben fognak indítani jobb oldali osztályokat is. Tehát itt leginkább politikai hitvérítés is zajlott. Nem az kell, hogy jobb oldali, meg baloldali osztály legyen, hanem az, hogy meglegyen az értékrend. Mert hogyha van egy országnak egy egyeteme, és az országnak van az élén egy kormány, akit a nép megválasztott, akkor azt, hogy az országnak a tehetséges fiataljait nagyon fontos, hogy úgy neveljék, ahogy ahogy a kormánynak van egy értékrendje, és az alapján kell, hogy folyjanak a dolgok az országban, és az alapján kell mondjuk a nevelést is végrehajtani, mert a kormány a főnök, akit pedig az emberek választottak meg. El tudnátok képzelni, hogy Magyarország megválaszt egy liberális kormányt mondjuk kétharmadban, nyilván ez nem
logikus, de tehát, hogy ez nem elképzelhető, de ez csak egy példa. És akkor van egy nagy hírű és egy fontos szintű, tehát egy jelentős egyetem, aki egy szélső jobboldali eszme szerint oktat. Szerintem ez nem oké. Szerintem az kell, hogy nyilván nem egy végletesen, de szerintem fontos, hogy valamennyire a kormány elveihez illeszkedő. Ne haragudj, itt ezzel nem értek egy. Mondjam. A Kádár rendszer is ugyanezt mondta, és a Kádár rendszer azt tanította a történelem órán, hogy a történelem osztályharcok története, hogy már az ős korszakban is elnyomás volt, és aztán jött Marx, és aztán végül a dicsőséges forradalmunkon keresztül megreformáltuk a társadalmat, és most már mindenki egyenlő. Na ugye vannak az egyenlőbbek, na ez most mindegy. Tehát, hogy amit te mondtál, az engem speciál kiakaszt. Én ebben a tekintetben libertárius vagyok, és nem szeretnék senkire semmit ráerőszakolni. Az oké, hogy én baloldaliként gondolkodom, de ettől én neked nem kell baloldalinak lenni, mert különbözőek vagyunk, és különbözőek az értékrendjeink. És távol álljon tőlem, hogy én ezt bárhogy is rád akarjam kényszeríteni. Ha úgy gondolod, hogy a szociáldemokrácia jó, tehát akkor hiszel benne, de ha nem, akkor nem. És ha én vagyok az államfő, akkor sem, én semmi jogom ezt rád kényszeríteni. Hát azt akarom mondani, tehát, hogy persze, természetesen meg kell legyen egy alapértékrend, viszont nem kell politikai harcra változtatni, vagy beleverni most éppenséggel. Mert pontosan visszafelesülnél, hogy ez a módszer, hogy most oda mész, de mint akkor nem is belevered az értékrendet valakiben. Én nem így értettem, tehát hogy az emberek... Fontos a változatosság, és fontos az, hogy mindenkinek legyen a saját véleménye, hogy lehessen konstruktív izéket formálni. Na, vitát. Persze, de az, hogy, tehát, hogy én ezt ebben a helyzetben így mondom. Más egyetemeknél nem feltétlenül mondanám ezt ki, ezt én azért mondtam így, és a mostani SFE-nél, mert ez nekem tök mindegy, de a tavaly meg tavaly előtti SFE-nél a tanároknak az ideológiája és az értékrendje, mármint hogy a tanárok többségének az értékrendje és az ott terjedő értékrend, ami nem is értékrend, az annyira összeegyeztethetetlen volt bármivel, ami egyébként most Magyarországon elméletileg kéne, hogy legyen az alapján, amit az emberek szeretnének, és amit mi kimondunk, hogy mi egy keresztény európai ország vagyunk, és nekünk fontosak az értékeink. Annyira ezzel az alapvetéssel összeegyeztethetetlen volt, hogy ezt már kénytelen volt valamivel megváltoztatni. Én ezzel nem értek teljesen egyet. Én sem teljesen. Én azért nem értek egyet, mert ugye a SFE az magának ugye lehet tudni, hogy a baloldalnak volt az egyeteme. És a baloldali értékennek teljes, mert megfelelhet ez az ideológia. Mert vannak igen, de például értem, én is szeretnék menni egyetemre, de én nem, tehát én szeretnék színvonalas, tehát például ez Színház és Filmművészeti Egyetem Kaposváron csak színművészeti van, de én szeretnék operatőrként tanulni, vagy szeretnék filmrendezőnek tanulni, és akkor én szeretnék színvonalas oktatásban részesülni, de én nem akarom, hogy engem baloldali ideológiák és értékrendek mentén neveljenek egy keresztény országban. És ráadásul itt Dörner György, aki egy színházigazgató szerint is elképesztően szarul oktatták őket, tehát az onnan kikerülő színészek szinte használhatatlanok voltak. Hát mondták is, igen, hogy nem tudják őket sehol se alkalmazni, mert olyan technikákat tanulnak, ami annyira múlt századi. Szerintem nem csak politikai okai volt ennek a kuratórium felállításának, a másik 8 egyetemen szerintem inkább szakmabeli. Szóval hozzáérhet. Igen, meg az is volt szerintem. Nem tudom, hogy a sátánt és az ördögöt. Az is volt egy jó oka az egésznek, hogy a tanárok már nagyon régóta ott tanítottak, és ők úgy gondolták, hogy ugyanúgy megkapják a pénzt, hogy így tanítanak, már ugyanúgy meg fogják kapni a pénzt nagyjából ugyanannyit, lehet, hogy egy kicsivel többet, hogyha ugyanígy tanítanak, de viszont jobb tudást adnak át. Srácok, nekem azt tűnt fel, hogy a kormánymédia az már nagyon régóta hagyját az politikát az SFR-re, hogy tökéletesen előkészítse azt, hogy akkor majd végül lesújtanak. Mert kibottantak botrányok a tavaly előtti év folyamán, és akkor ezekre úgy felhőrült a kormánymédia, hogy csak úgy tajtékozott az idegrendszer annak, aki ezt olvasta. És aztán, amikor már kellően az SFL ellen fordulni, már mindenkinek, legalábbis aki az Origón és az M1-en szocializálódik, annak azért a fejében, hogy fú, ott kommunistákat nevelnek a dilettáns szakmához nem ért többi balfa, bocsánat, nem akarok kultúrátlan lenni, tehát a balfácánok, és amikor már a
szavazóbázis az támogató volt ezzel kapcsolatban, akkor meghozták azt a lépést, aminek majd örülhetünk, és akkor majd pártunk és kormányunk a nép felhatalmazásával végre elhozta azt a lehetőséget, aminek hála a mi keresztény konzervatív országunk végre eljuthat abban az esetben, hogy már jobboldaliként is lehet tanulni az egyetemeken. Nem áll, srácok. Azért ennél nem teljesen így történt. Bocsánat, egy kicsit várjatok, hogy ugye eddig Magyarországról beszéltünk, de magáronnak az egész eseménysorozatnak nagyon mögé nagyon sok külföldi ember is felelt. Erről is szeretnénk egy rövid bejátszót mutatni, és azt is megszeretnénk, és utána meg arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy mi a véleményetek a külföldi támogatókról. Az a lényeg, hogy felsorolják azt, hogy milyen sok országból támogatják őket, ugye és nagyon sok külföldi nemes színésznek a nevét mondják el, hogy ezzel kapcsolatban hogy mi a véleményetek, vagy külföld támogathatja ezt, hogy mindenkinek be kell állni a minden színésznek be kell állni a bal oldal mögött, mert ugye nem csak ebben a témában, nagyon sok olyan van, például, hogy nem lehet már Oscar-díjat nyerni kb. Egy keresztény film el, mert megvaladva, hogy hány darab homoszexuálisnak kell lenni magába a tervétába. Hát liberális meggyalázása folyik Amerikában. Eddigre hoztak, az valami katasztrófa. Tehát, hogy így módon ellehetetlenítik a valós színészeket. Tehát így már nem lehet egyszerűen olyan színdarabot írni, vagy filmet készíteni. Bocsánat, nem ez a téma. Csak annyi, nem, hogy... Azt akartam mondani ezzel a külföldi támogatással, hogy ugyebár hát jogos, hogy beállt, nem kellett volna beállni. Tehát ez nem nagy publikumnak való ügy. De azt mondtam, hogy be kellett álljanak. Mert hogyha véletlenül az SFR elkerül egy jobboldali kézre. Akkor, amit mondtam például, hogy a Gina Carano-s ügyel is fel volt hozzá, hogy a jelenleg a színművészetiparban nem kellenek konzervatívok, nem kellenek jobboldaliak, hanem mindenki csak az, aki birkáként követi ezt a liberális értékrendet. Csak kellenek, csak nem akarják, hogy legyenek. Ezt azt mondom, kéne, csak nem akarják beengedni. Szerintem az a jó, hogy mindenki egyenlően képviseli magát. Tehát azért szóltam valószínűleg, hogy ezt megtartsák ezt a színvonalukat, hogy nekik konzervatívak, mint te színésznek, nincs helyed a jelenlegi iparban, hogy most fel. Most szóval ugye feltetted ezt a... Ja, van csak, nyugodtan. Szóval rákanyagod a külföldi támogatásra. Szerintem szép dolog a szolidaritás, de Magyarország belügye, és a magyaroknak kell ezt a harcot megvívniuk. És szerintem az úgy oké, hogy megnyilvánulnak, hogy nem tetszik ez nekik, de nincs sok közük hozzá. Szerintem meg az nekem, tehát tök mindegy, támogassák vagy ne támogassák, nekem az mindegy, csak az, én azt tartom szomorúnak az egészben, hogy azok a színészek, akik mondjuk nagy nevek és kiállnak mondjuk az SFL mellett, és állást foglalnak ebben a témában, és nekem azzal feltétlenül nincs bajom, hogy állást foglalnak, bár szerintem egy színész nem politikus, de nyilván nagy formátumú személyiség, és nem árt, hogyha kiáll valami mellett. De hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan emberek, mint a többi ember, és ugyanúgy könnyen manipulálhatóak. És a külföldi sajtó általában Magyarországról, ha nem Lengyelországban vagyunk, mondjuk a külföldi sajtó általában nagyon negatívan nyilatkozik Magyarországról, hazudoznak, és manipulatívak csak azért, mert tudjuk, hogy ugye az Európai Unióban Orbán Viktor, Magyarországnak a miniszterelnöke, nem feltétlenül ért egyet mindig azzal, amit a többi ország államfői akarnak, ezért ugye a sajtó, aki nyilván az aktuális és főnököknek a kezébe van, és ezzel semmi baj nincs, ez nyilván a magyarországi dolgokról, nyilván a kormány ellen nyilatkozik, és a színészeket úgy is meg lehet vezetni. Ráadásul az egész médiaipar és a filmipar, meg minden ugye a baloldali erőknek a kezében van. Ezért nyilván akkor, hogyha valaki nem áll ki a dologért, vagy mást mond, amit ők akarnak, akkor őt nyilván megfosztják minden érdemétől, szóval szerintem ez inkább egy, tehát én nem azt mondom, hogy baj, ha beleszólnak, hanem inkább ez egy szomorú dolog, hogy egy színésznek attól is függ a megélhetés egy híres embernek. Igen, mert például ez a család és család dolog is. Ott az volt a lényeg, hogy aki nem rajzolta föl egy azok a családot így a kezére, hogy kettő darab férfi van a családon meg egy gyerek, vagy kettő darab nő meg egy gyerek, azt ugye ki is rúgták az állásából. De jó, az most hát ez egy, most már ebben most már bele kell egy kicsit gondolkodni, hogy pénzbe.
Tehát ott van, ott te vagy egy nagy cég, és látod, hogy te neked, hát most itt van egy sereg birka, akiknek te, hogyha most beállsz a mögé a mozgalom mögé, oda jönnek, és a te termékezet veszik, és akkor téged támogatnak, és akkor neked ebből pénzt jön. Tehát akkor logikus, hogy te beállsz mögéje. Persze más dolog, hogy nem szabad, tehát nem kéne megengedni, ez nem morális, de ebbe a pénzszerzés az mikor ott morális, most maradjunk itt. Volt éber egyébként. Ezt mondom, tehát én túlságosan nagy szerepe van most már ezeknek. Tehát azt, hogy most mondtam, hogy család, a család. Igen, az egész család. Megérzik a pénzszagát, és most kényszerítik az, kényszerítik az alkalmazottakat. Vagy egy színészt is felszólnak a központból, hogy te figyelj, te most felrajzolod a kezedre a család, vagy a család, és családot. Különben hónaptól kereshetsz más állást. Ez ennyire egyszerűen működik. Egyébként a családos család kampányban, ugye magában ebben az összefésűsben is volt egy nagyon fontos családi rész. Ugye a Vidnyászki családnak a története. Volt az ifjabb Vidnyászki, és volt a maga a Vidnyászki apa, aki ugye ő lesz majd az egyetemnek a vezetője. Vagy mi a véleményetek erről a dolog? Szerintetek a Vidnyászkinak a fia az ugye miért állt be ebbe az egészbe azon kívül, hogy ott tanul? Bálint, nézd, az én édesapám fideszes, és dolgozik a fideszes polgármesternek ott, ahol élői épületben lakik. De ennek ellenére én elég markánsan ellenzéki vagyok. Tehát, hogy simán előfordulhat az is, hogy egyszerűen nagyon különbözik egymással a két ember. Mindezek mellett szerintem a ifjabbik Vidnyászki az kiállása szép dolog volt, de nem volt jelentős. Egyébként pedig nyilván, hogy a magyarországi színi életnek a jobboldali központja az ugye a Nemzeti Színház, nyilvánvalóan, de a ifjabb Vidnyászki, ő Víg Színházas, aki meg a Víg Színház meg köztudottan nem egy jobboldali társulat, tehát nem egy feltétlenül jobboldali emberekből álló társulat, és hát innen már kiderül, hogy Vidnyászki valószínűleg nem ebbe a brancsba van, és ha még egyébként szimpatizálna is a jobboldallal, akkor is ahhoz, hogy megtarthassa a Víg Színházban az eddig megszerzett pozícióját, ami azért nem kicsi eredmény, azért neki is valami jó kis baloldali dolgot tennie kellett. Egyébként a Víg Színház nagyon jó színház, én nagyon sokszor szoktam ott járni, és ott azért minőségi előadások szoktak lenni attól. Persze, de hát én nem mondom, hogy a baloldali színház az nem jó színház, sőt, tehát azok akár baloldali meggyőződésű színészek, művészek, rendezők, akik színházat csinálnak Magyarországon, azok marha jó dolgokat tudnak csinálni, de egyrészt nem politikusok, másrészt meg engem nem érdekel, hogy ő nekik milyen a politikai nézetük. Az a lényeg, hogy ők nekem jó színházat csináljanak. És onnantól tök mindegy. Itt ott van a probléma, hogy ebbe beleszóltak. Ők politizálni kezdtek. Szerintem az a mondás, hogy az SZF-n dilettánsokat tanítanak, és így nem lesz egyszerűen művész élet. Most meg akkor mégiscsak jók azok, akik a Víg Színházban dolgoznak, mi egy baloldali fellegvár? Nem, én azt nem mondom, hogy az SZF-n rossz tanárok tanítanának, vagy hogy rossz. Tehát én nem vitatom azoknak a színészeknek, tehát azoknak a művészeknek, akik az SZF-n tanárok, nem vitatom a szakmai tudását. Egyébként nem úgy, mint azok, akik viszont az SZFE oldalán állnak, és kisemmizik a velük nem szimpatizáló művészeket. Ezt a Nyenikő? De hogy én nem gondolom, hogy a baloldali művészek azok ugyanolyan értékes művészek, mint bárki más, de nem politikusok, és nem az a feladatuk, hogy ők bármilyen ideológia mentén neveljenek valakit, hanem hogy a szaktudásokat átadják a tehetséges fiataloknak. Ami azt egyébként van bőven. Tehetséges fiatal és szaktudás is. Az SZF-e tanárével nem feltétlenül... Bocsi. Mondjad. Az SZF-e tanáraival köszönöm. Nem feltétlenül az volt, nem a szakmai tudás volt a probléma, az, hogy mutisztak. Ennyi. Nyugodtan folytassátok. Akkor megjött a Joe. Neked van Joe valami hozzáfűzővalód magához az SZF-e témához, illetve most az a kérdésünk, hogy a Vidnyászkinak a fia miért áll be az egész mögé. Szóval egyrésztről volt egy ilyen megfogalmazás is, hogy azért, mert az apja ellen így lázadott valamennyire, illetve azért, mert más ilyen a gondolata ugye a világról, az vagy inkább a baloldal képviseli. De nekem meg van egy olyan ötletem is, hogy lehet, hogy volt mellette a felvételeken egy hölgy,
és szerintem ő nagyon így irányította a barátnője. Sziasztok! Hát őszintén szóval erre a kérdésre pontosan nem tudom a választ. Azt tudom, hogy pontosabban hallottam, hogy a barátnője az ilyen főtűnt is. Nem? Ezt jól tudom? Vagy valami... Igen, igen. Szerintem az elég erősen befolyásolhatta. Meg ja, nem tudom, ennek hogy... A volt angolzában az a mondása, hogy a szerelem őrbutit és nyomorba dönt. Tehát... Jó, mondom, hát de ilyenkor... Az, hogy az van mögötte. De hogyha mondjuk nem látod a mérteket, akkor könnyedén abba a hibába eshetsz, hogy adott esetben egy olyan oldalt preferálsz, vagy olyan álláspontot preferálsz, ami számodra úgymond kényelmes, vagy így jobbnak tűnik, és mondjuk az apukád álláspontjával meg nem értesz egyet. Tehát szerintem mindannyian voltunk olyan szituációkból, apukánk mondott valamit, mi pedig mást mondtunk, néha meggyőződésből, néha csak ilyen lázadásból. Most nála szerintem nem hiszem, hogy már szerintem azért érettebb személy az, mint hogy csak lázadjon, de azzal is kétlem, hogy mondjuk az egész ezt a kultúrharcnak a jellegét, vagy ilyen dolgait így felfogja, vagy ilyen általános dolgokat felfogja az a fiú. Ugye itt is azt látom a filmből, hogy van néhány ilyen nagyon központi szerepű diák, aki hát mondjam, irányítja az eseményeket, de szerintem az ő nézetrendszerük, vagy preferencia rendszerük, vagy hogy mondjam, az eléggé hát érdekes lehet. Nekem mindig van egy ilyen megalkott kép az egész filmből, hogy mindig egy udvaron cigiznek. Tehát ez nem tudom, hogy ez nagyon, nem tudom, nekem ilyen vidékiként ez ilyen fura kultúra, fura kultúrkör, de olyan érzésem van, mint hogy ez valami ilyen kis értelmiségi idézőjelbe téve, vagy nem tudom, tényleg idézőjelbe téve, vagy nem, de hogy az ilyen kis fura körnek tűnik. Nem tudom, ti hogy látjátok. Igen, egyébként mondták is a dokumentumfilmbe azt, hogy ők nem akarnak, hogy egész Magyarországra kiható dolgot csinálni, mert ők a pesti elithez tartoznak. Ja, igen, rémlik. Ha ez a pesti elit, akkor én szerintem nem fogok többet Pester közelébe menni. De inkább neveletlen elit, mint hogy valóban ilyen kultúrelit lenne. Hát nézd, ők úgy látják, hogy ők, nekik volt egy egyetemük, amit kvázi elvettek tőlük. És ők úgy gondolják, hogy ez az ő kulturális életükhöz hozzátartozik. És azért azt is szerintem ez egy fair érvelés azért, hogy nyilván nem minden kultúra, amit úgymond a jobb oldal kultúrának tart, tehát nyilván van azon kívül is tudom, színjátszás, meg ilyen egyéb dolgok, tehát megértendőnek tartom, de viszont azt viszont szerintem ők nem látják teljesen tisztán, hogy sok esetben az ilyen képzéseken, ilyen tanárok által azért erős befolyásolás történik. Szerintem most ez, hogy a Vidnyanszki fia is beszállt ebbe, most nekem erről eszembe jutott egy bibliai idézet, hogy az ember elhagyja az atyát és az anyját, és az asszonnyal pedig ketten egy testé lesznek, ugyanúgy ő is elhagyta az apját, és ő is egy testtel beállt az eszefemel mögé, csak ennyit akartam mondani. A következő bejátszó egy nagyon érdekes dolog. Kettő darab kép látható. Mind a kettő kép nagyon hasonló, de mégis van köztük valami nagyon fontos különbség. Egyiken Olá Gellért látható, aki egy jobboldali, nagyon színvonalas újságíró volt, és egy fidelitatos eseményen fölfelé tartotta a tenyerét, és ezért lenácizták, és ki kellett vonulni a közszereplésből. A másik képen meg az SFS diákok láthatóak, kb. Hasonló kézmozdulattal, és ők meg ugye a baloldal, ugyanez a baloldal szerint, aki ezért a kézmozdulatért, ugye a Gellért lesz a náciszta, ők szerintük meg ugye ők a független ifjúság, akik hősök is, mivel ugye kiállnak a szabadságukért. Az a kérdésem, hogy mi a véleményetek a kettő képről? Nos, én önmagában végül elutasítom a náci kártyát. Mind a két esetben elutasítod, vagy csak az SFS esetben, vagy csak a Gellértes esetben? Mind a két esetben úgy gondolom, hogy a náci kártya teljesen fölösleges, mert ez relativizáljuk a nácizmus mind olyant. Tehát én úgy gondolom, hogy mindkét esetben azt mondhatjuk, hogy szó sincs nácizmusról, csupán próbálnak egy olyan összetartozást mutatni, ami esetleg imponálhat azoknak, akik ezt látják.
A másik is kisajátították ezt a kézlendületet. Ugye ezt a római korokból származik, és ugye így köszöntek egymásnak, hogy szálvé. Igen, ezt akartam mondani, ez egyébként korábbra datálható vissza. Egyébként ez önmagában ez a kifejeződésnek, tehát bárki bármi megnyilvánul, és nem úgy teszi, ahogy az úgymond a mások elvárják tőle, szerintem az nem célszerű, viszont hogyha tényleg bizonyítható, hogy az ember azért csinálta ezt, mert úgymond a nácikat tiszteli, vagy példaként akarja mutatni, akkor nyilván az olyan úgy kell kezelni. De most akkor tesz valaki egy ilyen mozdulatot, akár véletlenül is, vagy másra utalva, vagy nem tudom, nem a szögbe tartja a kezét, vagy kicsit más szögbe, akkor most akkor kezdjük mérítskélni a szögeket, szóval igazából hogy mindig a szándék kellene, a fontos legyen, és nyilván lehet azt mondani, hogy nyilván le fogja tagadni az illető, hogy ő ilyet csinált, de mit tudom én, hogyha ő ezt konstans csinálja, mert konstans visszatér ez az egész elem az ő mindennapjaiban, akkor nyilván nem tudja letagadni. De önmagában az, hogy valakinek hasonló kapnak, szerintem az nem jó. Egyébként ebből, hogy nem lehet letagadni, kicsit vitatkoznék azért, mert ugye látjuk, hogy a Jobbik hogy lépett be ebbe a mostani koalícióba, és szinte, mint hogyha már mi se történt volna, teljes megbocsátásban részesítette őket a baloldal. Hát látjuk, hogy Karigeri szerint is zsidókat listázni nem bűn, tehát innentől kezdve ugye, már semmi se számít, csak baloldalinak kell lenni, és akkor semmilyen következményért nem kell felelősnek lenni. Meg ugye az is nagyon szép, hogy Karácsony Gergely, amikor volna egy ember, aki egész Budapestet megbántja, ő mint főpolgármester, beáll mögé, ugye ez a bírós eset volt. Vagy most lehet mondani pontosan azt, most megint harmadjára hozom fel a Gina Carano-s példát, hogy felhozta a zsidókat, csak úgy teljesen out of context, felhozta, megemlítette, és leantiszemitázták. Igen, ezt én is és én is néztem, hogy mi köze van ennek az antiszemitizmushoz. Tehát nem tudtam feldolgozni ezt a lépést. Ez olyan, mint Ambrózi Áronnál, amikor kirúgták a hírtévétől, hogy gyűlöli a németeket és a nácikat, és akkor antiszemita. De akkor miért kellett kivonulnia ezért a közvéleményből? Szóval, hogy azt nem értem, hogy a Gergelyt, tehát miért kellett ezért kirúgni az állásából, vagy miért kellett felmondania, illetve miért nevezték ilyennek. Nyilvánvalóan ennek van egy olyan oka is, hogy az emberek elhiszik, amit ugye a független objektív újságok mondanak, és ugye ő egy nagyon jó újságíró volt, aki a jobb oldal malmára hajtotta a vizet, és ez nem tetszett a baloldali pártoknak. Azért most látni ezt, ugye tudja, hogy a baloldalnak ez a bevett szokás, hogy most fogja, és eltüntette a kompetenciát. Tehát most vegyük például Szájer az csinált egy magánügyet, teljesen az ő magánügye volt az, hogy most hova jár, mit tudom én, bulizni, most jó, hogy nem, az egy erkölcstelen dolog volt, az ő bajom, de magánügy, ezt megegyezünk benne, hogy attól, hogy erkölcstelen, és nem illik az ideológiához magán. És akkor ott van Gyöngyösnek a polgármester volt az, amelyik azt hiszem, hogy fogta és beoltatta magát soron kívül. Igen, ő a soron kívül. Na, és akkor vele a baloldal nem csinált semmit, tehát mélyen kussolt, tehát az ő emberük, őt nem akarták eltüntetni közvéleményből. Mert egyszerűen ezek csak is kizárólag arra mennek, hogy a másik, könyökölsz nyalsz, ezzel az elve tudnám szimbolizálni, hülye vagyok, leírni mind a magyar jobb oldalt, mind a magyar bal oldalt. Mert az opportunizmus egyetlen alapján működnek. Hát a baloldal, az ellenzékre lehet mondani azt, hogy opportunista, a kormánypárt inkább pragmatista. Hát a kettő azért az nem áll annyira távol egymástól. Hát, viszont a kormánypárt annak ellenére pragmatista, kereszténynek mondja magát. Keresztények vagyunk egészen addig, amíg az Örményországban élő keresztényeket nem kezdik el szivatni a körülötte élő iszlám vallású emberek, mert akkor mi hunkipcsak türkök vagyunk, akik egészen addig hunkipcsak türkök, amíg az újgorokat koncentrációs táborban nem zárja a kínai kommunista párt, mert ők ugye támogattak minket a nyugati brüsszelit a bolsevikok elleni szabadságharcunkban. Egészen addig harcunk a nyugatiak ellen, amíg nem kell német géppuskagyáratit telepíteni Magyarországra, hogy lecseréljük a szovjet időkből ránk maradt fegyvereket. Amik ugye meg Putyin Oroszországhoz láncolnak minket, aki meg szintén elvileg haver. Tehát ez szerintem nem pragmatizmus, mert ettől Arisztotelész már fejre áll. A pragmatizmus azt, hogy problémákat akarják megoldani. Most az opportunizmus meg az elfelenséget. Szóval ez is a kettő távol áll. Most nagyon sokat megemlítettél. A Magyarország mióta nem különösebben tényező a világban, vagy akár Európában, azóta hintapolitikára kényszer. Azt jelenti, hogy minden nagyhatalomtól kellő távolságot tartjuk, és kellő mértékben politizálunk velük.
Amerikához sokkal több szálon kötődünk, mint Kínához vagy Oroszországhoz. Ezt megjegyzem. Már csak a NATO miatt is. Ez szükséges azért ez a politikai mindenkinek, most azért egy kicsit jó pofiskodunk, mert egy akkora ország, aminek nincsen ütőereje, nincsen politikai és gazdasági nagy súlya a világgazdaságban, hogyha magára marad, akkor elveszed. Tehát ebben most... Na, szerintem nagyon sajnos, nagyon elhaladtunk a téma mellett, és már folytában a műsoridunk, ezért azt szeretném megkérni tényletek, hogy nézzük meg az utolsó bejátszást. Ebbe az SFF-nek a felújítási munkálatairól van egy kicsit szó. Megjegyezhetem azt, hogy amit én most felmondtam, az nem a saját kulcsfőmből szereztem, hanem ez egy idézet volt. Hát akkor nézzük meg a bejátszót. Szobában ugye látható, hogy hárman laktak, iszonyatos körülmények között. Egyrészt nagyon kicsi a szoba, másrészt tényleg nagyon-nagyon rossz állapotban van. Látható, hogy festés sem mostanában volt. Nem csoda, hogy úgy döntött az SFE új vezetése, hogy ezt a kollégiumi részt itt teljesen megszüntetik. Borzasztó körülmények, áldatlan állapot. A művész palántáknak úgy tűnik, hogy a tisztasági festés, mint fogalom, ismeretlen volt. Az SFE örökségei közül több kedvencem is akadt. Az egyik ez az enyhén viseltes fotel, a másik a konyhában leomlott csempék, de a csúcskultúra az ennek a kávéfőzőnek az alátétje. Micsoda művészet, micsoda progresszió. Jó, most ez most velek, jártatok ti már valaha egy általagos román szakiskolának a kollégiumában. De nem az most a fő dolog, szóval, hogy... Luxus ahhoz képest. Nagyon fontos, azt még elmondani, hogy most az egyetemet át fogják költöztetni a TV-nek a volt székházába, ami egy 21. századi módon felújított, modern technikával felszerelt épület komplexus, illetve ott 21. századi módon próbálják a tanítást folytatni, de viszont ez így valahogy nem tetszett a diákoknak, hogy ők neked a megszokott helyről így kiteszik egy sokkal jobbra. Vagy szerintetek erről mi a véleményetek? Most tekintve, hogy eddig állami intézmény volt az SFE, eddig az államnak lett volna feladata, hogy tisztán tartsa. Nos, ez nem történt meg. Hát ez nem egészen igaz azért az egyetem költségvetésében. Volt erre pénz, csak nem erre költötték, és nem tudta megmondani a rektor helyettes, hogy ők mire költötték a pénzt. Annyit említett, hogy a 2 milliárdból, ha jól emlékszem, 800 milliót. 1,8 milliárd forintjuk volt. Igen, ebből 800 millióról azt állított, hogy azt ők csak kezelik, átfolyik rajtuk, de a többiről nem tudott rendelkezni, hogy az mire megy el. De akkor miért nem hoztak létre egy bizottságot az oktatási minisztériumban, vagy miért nem küldtük ott egy inspektort? Annyira egyszerű lett volna megoldani ezt a pénzügyi kérdést. Ők magukra vállalták, ők azt mondták, hogy... De figyelj, te hogyha beköltözöl egy kollégiumot, te magadra vállalod azt, hogy tisztán tartod a környezetet. Úgyhogy te bolha ráglik a kutyára, akkor nem a kutyát fogja felelősségre mondani, az olyan mocsok van a környezetében. Tehát ez valamennyiben a diákoknak is kellett volna szerep legyen az, hogy tisztán tartsak. Jó, most a villanyvezetésre, erről nem nyilatkozik, de ez nem ide tartozik, tehát az általános tisztaságról beszél. Szerintetek egyébként ez összességében számít, mármint oké, bent volt egy csomó ember, nyilván van köztük pár idióta, aki nem tud viselkedni, nyilván tesznek kárt a bizonyos épületekbe, hát emlékeztek, volt ilyen kolesz szoba, amit konkrétan szétvert pár hülye, mert itt az állat volt. Tehát önmagában, hogy vannak ilyen dolgok, szerintem... Volt, hogy elégették. Voltanyos, hogy felgyújtottak egy kollégiumi szobát. Igen, tehát önmagában az, hogy vannak ilyen dolgok, és mikor több ezer ember, több száz ember ott van, és ilyet csinál, az szerintem belefér. Tehát már nem belefér, tehát nem, én inkább nem azt mondom, hogy jó dolog, hanem ilyen előfordul. Szóval szerintem nyilván nem mindenki akkor a tisztaságra, meg a mit tudom én, optimális használatra ügyelt mindenhol, és ez szerintem törvényszerű. Én nem rónám fel ezt nekik hibaként. Egyébként erről a felújításról van még egy részlet, szerintem nézzük meg. Tévések a jövőben nem itt, hanem a Naphegyen a Duna TV korábbi székházában folytathatják az oktatást. Ahogy mondani szokták, minőségi előrelépés.
A megfelelő modern versenyképes környezet kialakítása 500 millió forintba kerül, de ez már azt eredményezi, hogy az SFE jövőbeli hallgatói nyugat-európai körülmények között tanulhatnak. Nagyon nehezen tudom elképzelni, bár én nem a filmes és a színházi szakmából jöttem, de nehezen tudom elképzelni, ilyen körülményekre bárki szívesen mondana nemet, tehát akár oktatóról, akár szakemberről, akár hallgatóról beszélek, ezek azért mégis pazar körülményeknek tekinthetőek. Nagyon mélyről indultunk, ugye ezt lehetett akkor látni a Vasutca 2 perc C-ben. Mélyről indultunk, megújítottuk, illetve a két hónapban teljes egészében egyfelől ezt a létesítmény felújításra került, illetve a színházi képzéseknek a két helyszíne, a Szent Király utcában és az Urániában, annak a képzési, tehát a felső szintjein végrehajtottunk egy szépészeti felújítást, javításokat, tehát mindegyik helyszínen, ami most keletkezett, ott mi gyakorlatilag felújításokat végeztünk, úgyhogy méltó körülményekkel várjuk a visszahallgatókat. Szeretnénk, hogyha ezt ők is respektálnák, hogy mit tettünk és milyen erőfeszítéseket tettünk értük ebben a két hónapban, és én az abban reménykedem, hogy elindul a képzés. Köszönöm szépen, ennyi volt már a First Week. Körbejártok ezt a témát szerintem. Remélem, hogy a diákok újult erővel fognak tudni a Covid idő után, a karantén után tanulni, és ez a jobb és baloldali vita is meg fog oldódni, és tényleg mindenki a tanulás és a tanítás, és minden a tanításról fog szólni. Viszontlátásra! Szóval